Na, felkeltünk, elindultunk, kicsekkoltunk a szállásról, most pedig itt vagyunk a stationnél, az Osaka stationnél, és nekivágunk a napnak. Ja, és persze holnap, vagyis a tegnap estéről majd részletesebben is beszámolok nektek. Kicsit jóra sikerült az este, úgyhogy sajnos nem igazán tudtam túl sok mindent mondani nektek. Hamar ágyba kerültünk, szóval ja, majd erről egy külön kis mondandó. Most nézed meg, mit teszem. Jó ez a Science Museum itt Oszakában, úgyhogy ha tehetitek, mindenképp menjetek el. Interaktív, szóval marha sok mindent kipróbáltunk, de hát láthatjátok majd a videóban is. Nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy most csapatjuk tovább a napot. We'll be right back.
最後に1分だけ自己紹介と挨拶をさせてください。僕たちのショータイム、お楽しみいただけましたでしょうか。Szép jó estét kívánok mindenkinek! Immáron, május 27-én szombaton. Hát mostansága a vlogolós témán kicsit abban maradt ez a dolog, tehát hogy nem sokat tudtam így vlogolgatni bizonyos helyeken, meg megosztani veletek dolgokat. Nem tudom, miért mindig valahogy úgy alakult, meg rohantunk egyik helyről a másikra, vagy úgy sétáltunk, hogy magában ragadott a látvány, úgyhogy így alakult. Egyébként a Science Múzeum után a tesóm külön vált tőlünk és elment Kobéba, úgyhogy majd ide valahova ezután valamikor vágok be nektek majd egy-két videót. Mi pedig elmentünk az Osaka óriáskerékhez. Gyönyörű volt, ugye láthattátok ugye a videóban is, hogy egyszerűen eszméletlen. Imádom egyébként, rengeteg magas hely van itt Japánban, úgyhogy kihagyhatatlan. Ez is 112,5 méter volt, ami azért jól be lehetett látni mindent, ráadásul ott volt mellettünk a tenger. És az a vicces az egészben, hogy ez ugye nem szervezett program volt, tehát hasraütésre mentünk oda, te Osaka-kóba. Osaka-kó? Osaka-kó? Nagyon vicces volt, amikor bemondta a metró. Szóval a hasraütésre választottam ki ezt a helyet, mert láttam a térképen, hogy élménypark is van ott, meg ott az akvárium, stb. Úgyhogy így tök random, de tök jól jött ki, különben nagyon szép helyre mentünk, mondom, rengeteg minden volt. Ott volt ugye egy Shinto szentély is, ugye az óriáskelék, az akvárium, mondjuk az akváriumban nem mentünk be, mert azért látunk már bőven halakat. Inkább megnéztük ott kint, kiültünk a tengerhez, azt nézegettük meg a hajókat, mert ugye kikötő is volt ott. Egyébként tegnap Andor megosztotta, hogy itt Oszakában már csak azért is direkt máshogy viselkednek, mint Tokióban. Teszem azt ugye nem bal oldalt, hanem jobb oldalt mennek mondjuk a mozgó lépcsőn. Úgyhogy ez is egy ilyen kis plusz érdekesség, hogy akkor úristen, hol álljak, jobbra, balra, most mi is a szokás, és akkor most itt miért más, és most már nem megyünk itt Oszakába, éppen várunk a kis buszocskánkra. Az éjszakai buszra, ami átvisz minket Hiroshimába, és hajnal, csodálatos hajnal, 17:30-ra fogunk odaérni, ugye 11:30-kor indult, tehát egy jó 6 órás kis buszút vár ránk, és hogy mit fogunk hajnal 17:30-kor csinálni Hiroshimába, mert ugye nyilván olyan 10 körül nyit köbben minden, ugye a látnivalók is, meg a boltok is, úgyhogy hát betankoltunk azért kajával, meg innivalóval, mint kiderült itt a japánok, nem tudom miért, de meg van körülve a majonézért, mint Amerikában a ketchupért konkrétan, és múltkor is, amikor ugye voltunk a sushi bárba, a makifalatomra kérdezte a csávó, hogy
hogy akarok-e majonészt, és mondom, mi majonészt? El akarod rontani? Szóval nem értem ezt a majonéz őrületüket. Nem azt mondom, imádom a majonézt, meg a ketchup mustárt, nekem nincsenek ilyenekkel problémám, csak valahogy nem gondoltam olyan szürreális egy kicsit, hogy ilyen csomó, tényleg nagyon sok mindenre majonézt tesznek. Nem értem tényleg, hogy miért mondom, hát elvileg szeretik a japánok, úgyhogy lelkük rajta. Egyébként nagyon jól sikerült a tegnap este Andorral, ugye már kicsit kész voltam, úgyhogy nem nagyon tudtam beszélni, meg sok helyen nem is tudtunk videózni. Gyorsan összefoglalva, lényegében kezdtünk egy maid caféval, ahol ilyen kis cuki animés ruhába, mármint ilyen pincérruhába öltözött hölgyemények. Levittek minket konkrétan 5 éves óvodás szintjére. Szóval nagyon durva volt ez a zene, meg a kislányok is ott nyomták ott a magánműsort, meg volt show is, lehetett venni ilyen világító pálcikát, amit együtt, ugye ne bontsák ki, hanem majd együtt, és amikor én vettem egyet, és mikor kezdődött a műsor, akkor oda jött hozzám az egyik pincér csajszi, és hogy jaj, együtt, és akkor tartotta a kezét, és akkor együtt széttörtük azt a kis világítós pálcát, és azzal kellett tombolni a másik pincér csajszinak az előadására, aki beállt a középre, azt táncolgatott. A maid cafét követően, ami egyébként egy furcsán bizarr volt olyan tekintetben, hogy tehát volt ott egy nagy darab japán ember ilyen totál rocker szerkóba, és szóval olyan kicsi szürreális élmény volt, de egyébként teljesen jogos, tehát ez nekik kiszakadása minden napokból, tehát a szürke hétköznapokat, teljes mértékben megértem őket különben. Na mindegy, szóval nagyon kész volt a maid café, de mindenképpen élmény volt a javából, csak sajnos nem lehetett videózni, mert ugye az is, hogy lefényképezkedhess a pincérekkel, az is 500 yenbe került. Majd mentünk tovább egy kajáldát keresvein. Hát beültünk valami, nem tudom, izakaya nevű helyre, de nem akarok hazudni. Mindegy, majd kitalálom is ide, valahova beírom nektek, hogy pontosan mi, de szerintem izakaya volt. A lényeg az, hogy beülsz és rendelsz, és hoznak ilyen kisebb adagokat mindenféle kajából. Ugye mi is kértünk, ugye nyilván egy kör szakét, forró szakét, az úgy fincsi. Illetve mindenféle ilyen rántott cuccokat, sashimit is kértünk, megkaptunk ugye aperitívet is, mármint ilyen kajás, ilyen előételes dolgot. Ami ilyen furcsa, kocsonyás, nem tudom mihez hasonlítani. Fura volt az a lényeg, meg ugye főtt babot. Ezt a kis zöld babot, amit szoktak egyébként nálunk is, például Budapesten a Planet Sushi-ban rendszeresen ezt adják előételne. De ott sózott, itt meg nem nagyon sózzák így az előételnél. De egyébként lehet a boltba is ilyet kapni, én vettem már ilyet. Az nem volt sós, de egyébként, ha jól láttam, van sós változata is, úgyhogy őt szerintem mindenképp fogok hazavinni, mert én nagyon szeretem és nagyon fincsike. Pedig egyébként nem vagyok bakpáti, úgyhogy érdekes, hogy ez pedig ízlik. Nem tudom, mi van velem. Szóval ott kajálgattunk mindenfélét, de olyan elég bunkunk voltak, leszartak minket, szóval elég fura volt és unszimpatikus az a hely, úgyhogy fogtuk magunkat pár kör után és inkább továbbálltunk. És elmentünk egy ír kocsmába, ami tudom, nem japán, nagyon érdekes volt, de Andor ezt ajánlotta, egyébként nem bántam meg, mert tényleg ez az igazi 60-as évektől kezdve a 80-as évek zenéjéig nyomta ott a kis japán DJ-nk nekünk a show-t, és akkor közben egyébként mindenféle népség, tehát ugye főleg külföldiek voltak ott, meg egy-két japán elvétve, de mondom, főleg külföldiek. Nagyon hangulatos volt, biliárd is volt, meg jó kis sake, amit nagyon durva, de pohárban kaptunk. De nagyon jól éreztem magam, Andor nagyon jó fej, nagyon sok mindent mesélt nekünk, ugye az ő életéről, meg hogy miért van itt kint, meg ugye magukról a japánokról is, például ugye említette ezt a munkamorálos témát, hogy ugye azért annyira nem dolgozzák szarrá magukat, mint ahogy itt előadják az emberek, hanem inkább az, hogy elnyújtják a munkaidőt, mert ugye a túlórát ugye fizetik nekik, és hát hülye lennél nem bent maradni egy-két órát pluszba legalább, hogyha azért jóval többet kapsz, mert ugye általában a túlóra bér nem szokott rossz lenni. Küldtem haza egyébként képeslapokat is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mikorra érkezik meg. Egyébként ahol vettük
a postcardba képes lapokat, bocs. Szóval ahol vettük a képes lapokat, de eddig mindenhol lehetett bélyeget is venni rá, és egy képes lapra 70 ilyen értékű bélyeget kell rakni, hogy Európába eljusson. Úgyhogy ott egyben meg is vettük, be is ragasztottam, meg is írtam, és dobtam be a kis piros postaládába, ami elég sok van viszonylag az utcákon. Ott is kétféle van, ugye van egyik része, ahova az ilyen posztkát mindig elfelejtem, szóval az ilyen képes lapokat dobod, a másikban meg a csomagokat a másik részébe, úgyhogy itt is többféle fajta dolog van. Szóval nagyon jó volt tényleg a tegnap este, csak már eléggé kiütöttem magam, úgyhogy nem nagyon tudtam vlogolni nektek. Most is csak azért van rá időm, mert tényleg még mennyi időnk van, még egy fél óránk van a buszig, úgyhogy még felhívom a családot interneten nyilván, mert egyébként horribilis áron van itt a telefon, hogy külföldre akarsz, tehát ilyen több száz forint egy perc. Most nem akarok hazudni, de van vagy 1000 forint szerintem egy perc, hogyha innen kezdeményezel hívást, ami azért durva, és ennek a fele köbben, hogyha fogadod a hívást, ami azt jelenti, hogy ő is fizet, te is fizet, tehát köbben ugyanott tartunk. Úgyhogy de internet, tehát van egy hordozható wifi-nk, ez jó dolog eléggé, mert itt már Oszakában nem találtunk annyi free wifi-t, mint Tokióba. Jóval kevesebb van, inkább csak a vonatokon, meg az ilyen, hát az éttermeknél se annyira. Hát minden, szóval elég kevés wifi van, mert ugye mondták, hogy mindenhol van wifi, meg ingyen, meg oké. Jó, csak sok helyre be kell regisztrálni, meg mindenféle ID kell hozzá, vagy account, vagy bármi ilyen cuccos. Úgyhogy kevés free wifi lehet találni, úgyhogy ez a hordozható wifi mindenképpen hasznos dolog. Igen, és egyébként annyira szeretem, hogy a városban, a város fölött ilyen felüljárószerűségeken mennek ezek a városbeli vonatok, vagy hogy mondjam, vagy vasutak, vagy nyeregvasút, vagy ilyesmi. Szóval iszonyat fantasztikus érzés, élmény. Tényleg tök jó így város nézni, már gondoltam rá, hogy csak úgy felülök egyre, és megyek körbe-körbe, majd valahol lehet megjátszom. Szóval egyszerűen fantasztikus ez a hely, de ahogy látom, elég sokat beszéltem, úgyhogy megyek vissza a többiekhez, aztán éjszakai busszal megyünk holnap Hiroshimába, mint említettem, és akkor holnap este ismételten éjszakai busszal, de már tovább Tokióba. És hát úgy nagyjából az utunk felénél tartunk, úgyhogy tényleg egyre jobban fáj a szívem, hogy itt kell hagynom ezt a helyet, mert imádom, tényleg szeretem, és annyira szomorú vagyok, mondom, amikor belegondolok, hogy haza kell mennem. Nagyon szomorú vagyok. De már annak is örülök, hogy egyáltalán eljutottam ide. Na jó, szóval akkor szép estét mindenkinek, és buszozásra fel, és folytatjuk tovább a vlogolást. There goes a sight from my soul.
Ez a rész véget ér, de ne csüggedjetek, mert hamarosan tovább folytatódik az utazásom itt Japánba. Addig is, hogyha tetszett a videó, mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le semmi érdekességről, ami még itt Japán kalandozásom alatt történik velem, illetve látogassatok el az Animológia Facebook oldalára is, illetve Instagram oldalára is, ami Sacimológia néven megtaláltok. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, hamarosan legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!